Rendkívüli tanácsülést tartott ma március 19-én Hargita megye tanácsa a költségvetés kapcsán. A 10 napi rendi pont tartalmazta a pénzek átcsoportosítását annak érdekében, hogy szükség esetén segítsen ott, ahol kell. Hargita megye tanácsa részéről meg kell hozzuk azokat a döntéseket, amelyek az emberek biztonsága, az egészségnek a védelme szempontjából a megelőzés tekintetében nagyon fontosak. Szeretnénk létrehozni egy olyan egységes központi parancsnokságot a megyei készenléti felügyelőségnél, ahol minden érintett az emberek biztonságával, védelmével kapcsolatos szerv, beleértve az önkéntes tűzoltókat, hegyi mentőket, mindenki ott tud lenni a rendőrség mellett, a mentők mellett, és így hatékonyan lehet közbelépni, hogyha valamire szükség van. Ehhez kellett forrást biztosítsunk. Kettő. Több polgármester felhívott, hogy a sürgős intézkedésekhez az új helyzetben forrásaik nincsenek. A költségvetésben nem volt erre biztosítva fedezet, és nem is tudják az első fél évben módosítani a költségvetésüket, ha nem kapnak pénzt. Ezért hoztunk egy nagyon felelős döntést, mint egy 500 000 euró értékben támogattunk minden egyes települést Hargita megyében. A municipiumokat 100 000 lejjel, a városokat 50 000 lejjel, és a községet 20 000 lejjel azért, hogy a védőfelszereléseket, a vegyszereket, a védett helyek kialakítását, egyéb járulékos költséget tudjanak biztosítani. Ez egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, a hivataljaink számára. Harmadrészt meg a gyerekek. Nem szeretnénk azt, hogy a 8-os és a 12-es gyerekek szenvedői alanyai legyenek ennek a helyzetnek, ezért a távoktatás sajátos formáit elindítjuk. Egyrészt a tananyagleadást, másrészt pedig a kis és nagy érettségire való felkészítést elektronikus, digitális eszközökkel tudjuk lehetővé tenni. Ugyanakkor a mai tanácsülésen bemutatásra került az a távmunkarendszer is, aminek keretében nem csak Hargita megye tanácsának minden egyes munkatársa, hanem lehetővé fogjuk tenni, hogy akár a megyei különböző kormányzati szervek, a polgármesteri hivatalok mindenki bekapcsolódásával úgy tudjuk a megyétben a tevékenységet folytatni, hogy ne kelljen érintkezni, ne kelljen munkahelyre bejárni, és tudjunk hatékonyan felkészülni arra az időre, amikor esetleg erősebb korlátozásokra fog sor kerülni. Tehát a mai tanácsülésnek a lényege az volt, hogy felkészüljünk, forrásokat biztosítsunk, és meghozzuk a megfelelő intézkedéseket a megelőzésre, mert hál' Istennek ebben a pillanatban a megyénkben nincsen még egyetlen jegyzett vírushordozó sem. A testület tagjai keresik a megoldást arra, hogy a lakosságot minden téren segíthessék. Az elmúlt napokban és az elmúlt héten kollégáim feszített iramban dolgoztak, hétvégén is, annak érdekében, hogy a járványügyi korlátozások miatt azért az élet ne álljon meg a megyében. Konzultáltunk a környező megyék megyei önkormányzataival, abban a tekintetben, hogy a kiírt pályázatok határidejét módosítsuk, avagy nem. És arra a döntésre jutottunk, hogy a kiírások leadási határidejét nem módosítjuk, tehát mindenki, aki pályázni szeretne abban a 8 programban, ami kiírt a megyei önkormányzat, március 26-án déli 12 óráig ezt meg kell tegye, viszont ahhoz, hogy alakuljunk, vagy alkalmazkodjunk a jelen korlátozásokhoz, bevezettünk pár módosítást. Ezek pedig a következők. A leadást azt elektronikusan is megtehetik az info@hargitamegye.ro e-mail címre. Kettő. Nem kérjük a bíróságokról kiadandó igazolásokat, hiszen a bíróságok most másképp működnek, és nem tudják kiadni ezeket az igazolásokat, tehát ezen igazolásoktól eltekintünk, nem kell csatolni a dokumentációba. És ami fontos, három, az az, hogy a mérleget, a pénzügyi mérleget, azt nem a 2019-es évest kérjük, hanem a 2018-as évest csatolják a dokumentációhoz, és majd amikor a szerződéskötésre sor kerül, akkor kell behozni a 2019-est. Beszéltünk a
megye összes polgármesteri hivatalával, illetve a pénzügyi hivatallal, és biztosítottak arról, hogy ki a saját rendszerébe, vagy online, vagy pedig elektronikusan kiadja azokat a pénzügyi bizonylatokat, amiket csatolni kell a pályázatba. Tehát ezek nem jelentenek gondot. Azt kérjük a pályázóktól, hogy a pályázataikat úgy adják be, hogy a programjaik esetében június 1-e előtt olyan rendezvényeket, ami nagyobb tömegnek szól, bármilyen tömegnek szóló rendezvényeket, kiállításokat ne tervezzenek, hiszen előre láthatóan június 1-e után fog ismét úgy elindulni az élet, hogy ezek a gyülekezési korlátozások megszűnnek. A támogatások terén is fontos döntések születtek. Az elmúlt napokban egyeztettünk az önkormányzati vezetőkkel, a polgármesterekkel, illetve a helyi kórházakkal, és azon kórházak esetében, akik nem a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartoznak, a polgármesteri hivatalon keresztül tudunk segíteni, ezért is jelenik meg Székelyudvarhely ebben a listában 200 ezer lejjel, a legnagyobb összeggel, amit ma kiosztottunk, és bízunk benne, hogy ez egy valós segítséget jelent Székelyudvarhelyen a kórház számára is. A tanácsülés végén újabb felhívást intézett a lakossághoz Hargita megye tanácsának alelnöke, Bíró Barna Botond. A mai tanácsülés is azt bizonyítja, hogy számunkra a Hargita megye emberek egészségügyi biztonsága az első, és arra kérünk mindenkit, hogy tartsák be a hatóságok javaslatait, tehát ne menjenek zsúfolt helyekre, nincs kézfogás, nincs ölelkezés és nincs puszi. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!